Sziasztok srácok, köszöntelek titeket ismét. Szokásos hely, szokásos rollerteszt, és nem túl szokásos zúgó eső, ami 5 percenként elkezd szakadni, aztán éppen 2 percig nem esik, akkor nekiállok videózni, és mire ide érek, addigra megint esik. Itt találtam itt szépen egy száraz foltot, néhány négyzetmétert. Körbenézzük, megnézzük a specifikációit, meg hogy milyen szép sáros lett az offroad tesztem során, utána pedig megyünk vele néhány kört. Viszont nagyon fontos info, jobb felül kártyák között leírásban találtok linket az Instagramomhoz. Mindenképpen kövessetek be, nem fogtok nem maradni semmi fontos infóról, de nagyon egyszerűen felmentek az Instára, keresőbe beírjátok, hogy Hollywood Honda, és be tudtok követni, akkor nem kell bajlódni semmilyen linkekkel, meg alkalmazás megnyitásokkal. Második fontos info, jobb felül, illetve leírásban, záróképernyő elemek között találtok linket a másik csatornámhoz, egy leleplező videóhoz, amiben a másik csatornámat mutattam be nektek. Automotorszerelés, és már ott is van bőven ilyen elektromos kütyű videó. És ha tetszik az a tartalom, akkor iratkozzatok fel oda is, ne csak Hollywood Hondára. Térjünk vissza a mai tesztalanyunkra. Ami itt van velünk, az a talán még a tavalyi évnek a zászlós hajója a Kukirin brandnél. Ez pedig nem más, mint a G2 Master. Ugye ennél újabb a G1 Pro, amit idén már teszteltem. Jobb felül találtok lejátszási listát az összes tesztemhez. Meg tudjátok nézni a G1 Pro-t is, G4-et, G2 Pro-t, G2 Maxot, rengeteg Kukirin videón van. Ennél egyel komolyabb roller még a G4 Max talán, ami ilyen 2400 euró, de szerintem az nem nagyon fogja megkapni senki tesztelésre. Úgyhogy nézzük meg a G2 Mastert, hogy mit tud, aztán tényleg megyünk itt az esőbe vele néhány kilométert. Szokás szerint alulról kezdjük, megyünk felfelé, kormány, műszeretség, utána pedig a first ride. Igen, srácok, kicsit koszos, de itt az előbb láthattátok róla a szép vágóképeket, amit még az offroad, meg az eső előtt sikerült felvennem. Viszont így sarasan, meg koszosan, meg vizesen, most már azt is tudjátok, hogy vízálló, IPX4-es védelmet kapott, úgyhogy tudjátok használni ilyen gyönyörű szép időben. Imádom, ezt tényleg nagyon kifogtam. Ismét. Az akkumulátorunk, ami a rollerben található, 52 voltos, 20,8 amperórás. A mellékelt töltővel, itt tudjátok bedugni a töltőt, 2 amperes ugye a tölt, úgyhogy nagyjából 10-11 óra alatt fel lehet tölteni 0-ról 100-ra, és ezzel az aksival a roller hatótávja a gyártó szerint 70 km. Motor 2 található a rollerben, 1000 wattos elől és 1000 wattos hátul. Ezek 26 Nm-es motorok, tudjuk használni csak az egyik hajtást, ekkor a hátsó megy, vagy mindkettőt, akkor ugye az első és a hátsó motorunk is hajt. Ezzel a kettő motorral óra szerint, amikor éppen ráraktuk egy ilyen sámli szerűségre, 75-öt tudott mutatni a 3-as sebességi módban, single dual esetén is. Különbség annyi lesz, hogy gyorsabban eléri a végét. Alattam a cuccba mindennel együtt, mondjuk 85 kiló vagyok, alattam tudott menni 63-at ezen az egyenesen. Gyönyörű szépen szakad ez eső. Gyerülök ennek a száraz foltnak némi falgal fölöttem, hogy 63-at tudtam menni. Ezt a top speed videót meg tudjátok nézni a másik csatornámon. Elég részletes lett minden sebességi mód, mindenféle meghajtás. Úgyhogy nézzétek meg, itt csak fogunk egy ilyen first ride-ot tolni vele, nem szeretnék még egyszer menni 63-mal, főleg nem ilyen időben. A teherbírás a 120 kg, és 20 fokos emelkedőn képes felmenni, amit majd az offroad videóban meg fogunk nézni. A roller kurva nehéz, majdnem ilyen. Azért legyezek itt egyébként, mert baszott sok szúnyog van és zabálnak. Az előbb is vettem fel a vágóképeket, láttam, hogy rárepült a kezemre, de mondom, egy 8-10 másodpercet szeretnék felvenni, hogy legyen róla anyag, és így éreztem, hogy belém tolt a fullánkot. Viszont már kezdek ázni itt a fa alatt is, úgyhogy köszönöm szépen. 42 kiló a roller, ennél nehezebb csak az angvat volt évelején, úgyhogy ez a második legnehezebb roller, amit eddig kaptam. Hát iszonyat, az biztos. Ez arra való, hogy berakod a garázsba, a tárolóba, bárhova, és akkor onnan kitolod földszinten. Ez nem viszed sehova, mert iszonyatosan nehéz. Az ára a rollernek 899 euró, a Kukirin Scooters küldte, ugye a Kukirin gyártó. 899 euró, találtok hozzá linket a leírásban, rögzített kommentben, kártyák között, záróképernyőelemekben, illetve a leírásban és rögzített kommentben egy kupont. Ezzel a kuponnal lejön róla 50 euró, ez bármikor le fog jönni, ez a kupon mindig működik mindenre. Ingyen szállítás áfa vámmentesen euraktárból, hogy a vége olyan 340 ezer forint így. Elől és hátul is található egy tárcsafék. Azért szeretném ennyire kiemelni ezt a tárcsafék témát ennél a rollernél, mert valami iszonyatosan jól néz ki. Nagyon dizájnos, egyik rolleren sem volt még ilyen szépen megmunkált tárcsafék. Ezekkel a hullámokkal ugye szélén, mint hogyha csak a saját motoromat látnám, illetve ugye van villanymotorban is motorfék,
Ez is fékez, ez pedig visszatáplál energiát az akkumulátorba. Elől és hátul is található egy-egy rugó, úgyhogy nagyon jó a csillapítás ezeken az utakon. A gumink offroad, mivel ez egy offroad roller, pumpálható, nem tömör, úgyhogy itt is lehet még szórakozni a csillapítással, egy kicsit kevesebb nyomást engedtek bele. Oldalt van egy nagyon fasz a kitámasztónk, első hátsó lámpa, oldalt egy kék fény, illetve index mindkét oldalon, ezt mindjárt élesben meg fogjuk nézni. A roller összecsukható, egészen könnyedén egyébként, illetve a kormányt is lehet háromféle magasságban állítani. Összecsukás után, összehajtás után be tudjátok tenni a csomagtartóba. Erről is, az unboxingról, a titkos menüről, mindenről találtok videót a másik csatornán. Akkor elérkeztünk a kormányhoz, a legizgibb és a legfontosabb részhez. Kormányon található kettő fékkar, egy hátsó, illetve egy első fékkar. Van egy szép nagy kijelzőnk, mindjárt meg fogjuk nézni, hogy mit tudunk rajta meglesni. Bal oldalon van egy lámpakapcsolónk, mintha megnyomunk, akkor minden felkapcsolódik. Felkapcsolódik az első ledes lámpa, felkapcsolódik a hátsó ledes lámpa, folyamatosan világít, ha pedig meghúzzuk a fékkart, akkor villog. Felkapcsolódik oldalt ez a nagyon szép ilyen Kukrin logó hátulról megvilágítva egy kék leddel. Ezzel felkapcsolódik elől és hátul is mindkét oldalon egy narancssárga égő. Ez indexként is funkcionál, hogyha megnyomjátok mindkét irányba, hogy a villog, hogyha irányt szeretnétek váltani. És ez nem csak akkor világít, hogyha ég a lámpa, ugyanis ki tudom kapcsolni a lámpát, viszont ettől függetlenül tudok indexelni. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nem kell mindig égni az összes lámpának, de azért ajánlatos. Lámpákon kívül van még egy dudánk. Nagyon aranyos. Túloldalon van kettő gombunk, illetve egy gáz gombunk, egy gázkarunk. Kettő gomb, legfontosabb, kikapcsolom. Legfontosabb a bekapcsoló gomb, ezt hosszan megnyomjátok, bekapcsol a rollerünk. Mit tudunk ezzel a gombbal megcsinálni? Röviden megnyomjuk, akkor a 2-es, 3-as, illetve 1-es sebességi módba be tudunk lépni. Kijelzőn látjuk, hogy mennyivel megyünk kilométer per órában. Az akkumulátor töltöttségére van egy visszajelzésünk, illetve meg tudjuk nézni, hogy hány volt, van, mekkora feszültség az akkumulátorban. Single vagy dual módba megyünk, illetve van egy összmegtett kilométer, ami 17, és a jelenlegi trip, ami 0 a bekapcsolásom óta. Ha trippelen megnyomjuk ezt a gombot, be tudunk lépni a titkos menübe, ezt végig tudjátok nézni a másik csatornámon részletesen, hogy mivel mit lehet csinálni. Legfontosabbak a kilométer mérföld közötti váltás, ki és be tudjátok kapcsolni a zero startot, azaz, hogy meg kelljen lökni vagy nem, illetve hogy legyen benne tempomat, vagy nem. Van kb. 10-13 mód. Leírásban benne van tök részletesen, hogy melyik mit csinál, mit kell nyomni. Másik csatornámon pedig ott a videó, ahol beállítom a kilométer mérföldet, beállítom a zero start kibe, illetve a tempomat kibe opciókat. Számomra ezek voltak a legfontosabbak. Van még egy gombunk, amit egyféleképpen lehet nyomni. Röviden ezzel a single és a dual meghajtás között váltogatunk. Single esetében ugye csak a hátsó kerék hajt, ha pedig megnyomjuk dualra, akkor az első kerék is kap hajtást, onnantól kezdve 1000 plusz 1000 watttal tudunk száguldozni. Fontos, nincsen alkalmazásunk, nincs Bluetooth, viszont nem is kell, ugyanis mindent be tudunk állítani a rolleren a titkos menüből. Ha bárki szeretne egy ilyet csinálni, behúzza a fékkart, 1-2, innentől kezdve 25 km per óra a vége 3-as sebességi módba le lehet folytani idézőjelesen. Minden sebességi módot lecsökkentett, kikapcsoláshoz megint behúzod a fékkart, 1-2, és ki van kapcsolva a limit. Srácok, ennyi lett volna a specifikáció, meg a részletei a rollernek, menjünk vele itt néhány kört, kicsit mesélek róla, hogy milyenek az élményeim, megnézzük az offroadot, aztán pedig összegzünk a végén. Egyes sebességi módban vagyok, és single meghajtásra, úgyhogy csak a hátsó kereken megy, egyes sebességi módban 20-szal megy a roller, mind a kettő meghajtás esetén, kettesben szintén mindkét meghajtás esetén 40, hármasban, ahogy az előbb is említettem, mindkettőnél mindkét meghajtás esetén 60 nagyjából a vége, alattam elment 63-ig. De hát a single meg a dual között annyi különbségünk van, hogy itt most már elég sok víz van, annyi különbségünk van, hogy előbb eléri a végét. Nyilván 1000 watt helyett 2000 watt hajt, de nincsen végsebesség közti különbség. Ha most szépen megállok, és átváltok duára egyesnél, itt már rögtön halljátok ezt a kaparást. Sokan mondták már, lehető nem kell fosni, meg gyökér vagy, hogy nem mersz vele menni. Én akkor is úgy gondolom, hogy ennek valahogy úgy kellene működnie egy normális termék esetén, illetve hogyha ezt átgondolták volna, hogy ennek hogy kellene működnie. Én akkor sose tudom eldönteni, hogy szakad az eső, vagy csak a szél fúj. Ennek valahogy úgy kéne szerintem működnie, mint egy ilyen fékerő
elosztós rendszernek, hogyha megnyomod a fékpedált, akkor nyilván előre több fékerőt ad, mint hátra. És itt is, hogyha én megnyomom a gázkart, akkor hátulra pakolja oda rögtön az összes newtont, amivel tud tekerni, viszont előre adja már rá fokozatosan. Mert hogyha bármilyen finoman nyomom le, ez elkezd kaparni, és nyilván, hogyha ha gyorsan mész, ott már nem fog kaparni, mert van már tapadásod, meg van lendületed, és tudsz menni normálisan az aszfalton, viszont az elején nem. Ez kicsit meg lehetne valahogy máshogy csinálni, hogy fokozatosan ráengedi a nyomatékot, ha elérünk bizonyos sebességet, akkor ráengedi az egészet, mert elrepülsz konkrétan az elején, de valaki nyilván tud egy ilyet használni tök jól, és csak én vagyok egy gyökér, majd is megkapom a komment szekcióban. Átváltottunk a kettes módra, tök jó nem kapar el, mivel single-ben vagyok, hátsó kerekem hajt, és nagy nehezen ugye majd 40 km per órára fel tud gyorsítani ebben a módban. Kicsit kipakaparunk, átváltok duára, és akkor látjátok azt, hogy egy az, hogy kapar az első kerekem, mint az ökör, viszont már 40-en vagyok. És le is korlátozott. 40-nel repülünk. Ilyenkor már elengedhetem, meg újra oda nyomhatom, nem történik semmi. Nem fogunk elkaparni. Ez csak az elején. A finom elindulást én nem tudtam ezzel megtanulni. Most nézzétek meg, megállok. Nyilván vizes az út, itt van egy szárazabb rész, úgyhogy emiatt se lehet csesztetni. De nagyon óvatosan próbálom nyomni a gombot. És halljátok, hogy én nem akarom rögtön oda nyomni, mert elrepülök, de így is elkapar. Átváltok a hármasra, egyelőre single-ben. A rollerre egyébként természetesen tök jó menni. Ott 63-nál már nem mondtam volna annyira, hogy biztonságos, ebből a szempontból nekem a G4 sokkal jobban tetszett. Azon, ha jól emlékszem, 71-jel mentem a Kukring G4-jel. Valahogy más volt az egész hatása ennek a végsebesség dolognak. Itt a 63 egy picit számomra már olyan veszélyesebbnek tűnt. Úgyhogy én ezt kétszer lenyomtam, nem szeretném még egyszer, ezért is ajánlom, hogy a másik csatornán meg tudjátok nézni a végsebesség videót. Most átváltok a hármasra. Ez is egy megoldás, hogy... illetve átváltottam, bocsánat, a duára. Ez is egy tök jó megoldás, hogy single-be elindultok, és majd amikor már van egy jó kis sebességetek meg lendületetek, akkor át fogtok váltani a duál meghajtásra. És már nincs gondunk azzal, hogy elforog a kerék, és itt megyek 50-nel. Gyorsul, mint az ökör. Jó a fék. Fasza vele kanyarodni. Ez az egy negatívum van számomra, hogy azért ebben a dual módban nem igazán lehet elindulni. És ugye a G4 pedig hátsókerekes volt, a hátsó kerék volt egy, illetve hátsó kerékben volt egy 2000 wattos motor. Ugyanúgy 2000 watt, csak máshol. Srácok, megnéztük milyen úton, úgyhogy lássuk meg az offroad menet próbáját is. Menjünk be ismét a szokásos helyemre, és ismét kulisszatitok, hogy pont az imént vettem fel ezt a videót a másik csatornámra, ott is meg tudjátok nézni, duma nélkül. És azt kell, hogy mondjam, srácok, hogy ez a 28. elektromos roller kerékpár, ugye ez a kategória, ez a 28. ilyen kütyű, ami nálam van. Volt már jó pár offroad tavaly óta, főleg a Kukrinek, de ez a roller, ez eddig a legeslegjobb ilyen célra szerintem. A 2000 wattos motor, ugye elől-hátul, ez a sebességi mód, ez a végsebesség, ezek nagyon-nagyon-nagyon illenek ide. Olyan szinten fel tudok itt menni ezeken az emelkedőkön, hogy ez elképesztő. Nagyon jó a gumi, iszonyat jól tapad. Ami egy kicsit az aszfalton fura, hogy elkapar, azt itt egyáltalán nem tapasztalod meg. Szerencsére nem zúg még az eső, hanem megy előre és veszi az akadályokat, megy fel a még továbbra is nagyon fullos emelkedőmön, amit itt nagyon szeretek. Úgyhogy gyerekek, hogyha neked offroad célra kell egy roller, akkor én jelenleg ennél nem tudok jobb opciót. Valami iszonyat jó. Semmi gyengülés, nem ismerem tovább nyomni, mert még menne. Mint az ökör, inkább az én határaimmal van gond, nem a rollerével. Semmi. Lassulás, gyengeség. Megy előre, megyünk át az aránylag vastag fágakon. Iszonyat jó. És elkezdett esni az eső, úgyhogy mindjárt folytatjuk. Na, ugye az offroadból kiderült, hogy
valamire igazán jó ez a kettő kerék, ez a kettő motor, ez a 2000 wattos motor, mégpedig arra, hogy offroad faszemelkedőkön felmenjünk és szétsorazzuk az egész hátulját, úgyhogy ezt majd nagyon király lesz letakarítani. Én azt mondom, hogy aki úgy szeretne rollert venni, hogy városban is offroad is akarja használni, az tökéletes. Ha nem akarjátok annyira offroad is kipróbálgatni, akkor inkább a G4-et javaslom. A G4-et is meg tudjátok venni, a linkre rákattintotok a Kukrin oldalán, ugyanúgy az 50 eurós kuponommal, olcsóbban ugye, mint ezt. Aki pedig offroad járgányt keres inkább, és néha használ a városban, annak is sokkal inkább a G2 Mastert ajánlom. Egy igazán ütős, kurva jó offroad roller lett, az erről a véleményem. Srácok, tetszett a videó? Mindenképpen nyomjátok egy lájkot, írjátok le véleményeteket erről a rollerről kommentben. Mit gondoltok róla, és melyiket választanátok, illetve melyiket fogjátok választani, hogyha most rollert fogtok venni. Ne felejtsetek el bekövetni Instagramon, iratkozzatok fel a másik YouTube csatornámra is, hogyha tetszik az a fajta content, iratkozzatok fel ide is. Motoros videókat szoktam csinálni, és a motoros videók mellett pedig igyekszem haladni ezekkel az elektromos járgányokkal. Nézzétek meg a roller ez a linket a leírásban, ha tetszik, akkor vegyetek egyet. Én HH voltam, sziasztok! Holly fucking blood.